Halló, Bello, nagyon kellemes napsütéses délutánt még, mert hogy még itt süt a napám, bizonyám még nincsen éjszaka, hiába is a sötét éjszakákba és tömlöcökbe fogunk ma belekalandozni, nagyon kellemes estét, délutánt mindenkinek. Üdv, Kaustus Mirvan, Bakkakhover, nem tudom, hogy Batcével, vagy nem tudom, hogy kell, majd segítesz. Üdv mindenkinek, szia Péter, PC Doki, Cicmic, hát akinek meg, hát, na hát az most, amit itt Cicmic, na. Hát azért jó megy, masszázsra járnak egyesek, ugye? Én meg itt dolgozok két nappal lát téve. Hát jó megy. Na, hát kinek mi jutott, ugye valaki 19-re is tud lapot húzni, én a 19-ig se jutok el, de most ez tök mindegy, hát ez van. El van, remélem, hogy jó volt. Én ennyit üzenek, hogy ezt így a masszázs végére. Na, hölgyeim és uraim, a tegnapi nap mondtam nektek, hogy a menetrend, mint olyan, hát az abszolút változhat, és hát a tegnapi stream után azonnali jelleggel körülbelül változott, ugyanis kaptam egy e-mailt, és ennek köszönhetően ma lehetőségünk van kipróbálni és játszani a Darkest Dungeon 2-val, a második résszel, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lett a most már hivatalosan 1.0, tehát nem early access-es játék, úgyhogy izgi, kíváncsi leszek rá. Megérkezett az e-mail, így van. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm a kiadónak, fejlesztőnek, nem tudom teljes pontosággal, hogy melyik oldalon hagyták jóvá a dolgot, de köszönöm szépen a lehetőséget, hogy játszhatunk vele, és rápillantunk a játékra. Ugye az első részt játszuk, nem vittük végig, mert irgalmatlan, hosszú és nehéz. De ettől függetlenül szerettétek ti is, én is, és nagyon-nagyon klassz játék. Nem tudom, hogy ott van-e a sztorinak valamilyen vége, nem tudom, hogy a kettő mennyire kapcsolódik ilyen szempontból össze, ebben majd lehet, hogy segítenetek kell, úgyhogy, mit kell tudni a kettőről, hogy egy picit, ha jól tudom, változtattak egy-két dolgon, illetve, hogy a játék... mit akartam mondani, hogy 40 euró, ha jól tudom, illetve ami még fontos információ, hogy egyelőre még nem optimalizált Steam Deckre, de azon is dolgoznak. Úgyhogy ezt el akartam mondani, mert itt van egy ilyen overview előttem, amiben benne van, hogy ezen is dolgoznak, hogy ezt érdemes kiemelni, hogy Steam Deckre még nem optimalizált egyelőre, de rajta vannak a melón, úgyhogy hamarosan az is el fog készülni. Ami még egy információ lehet azoknak, akik szeretnék tudni, hogy mit kapnak a pénzükért, azt írja itt nekem a bemutatkozó dokumentbe, hogy nagyságrendileg egy 50 óra végigjátszani a második részt is, szóval nem kevés. Elképesztő izgi, úgyhogy mindjárt jól bele is csattanunk, semmit nem sikerült még beállítanom, úgyhogy majd ez közösen fog megtörténni, de előtte engedjétek meg, hogy megköszönjem Metrilnek a 22. hónapot, Etenérnek a Tier 2 29-et, atya úristen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, illetve Tasmán Ördögnek a 11. hónapot, köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, utólag is mindenkit hype-oljunk meg, pörögjenek a hype-ok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Bama Boynak a követést, és üdvít mindenkinek, remélem, hogy jól telt eddig a napotok, innentől már hátra lehet dőlni, remélhetőleg, és élvezhetjük a videójátékot, és Tasmán Ördög, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékszubot is, köszönöm szépen a szupportációt, ezzel beindítottad a vonatot, csú-csú, már indul is, ahogy a videójáték is, úgyhogy leállítom a zenét, miután itt így kicsit folyékonyan beszéltem, de semmi baj, mehet a game, mehet. Az OBS-t nem állítottam be. Jaj, na várj. Ez már az a mód. Kép. Ott a kép. Nagyon jó. Van képünk, nagyon jó. Van képem. Begin a new adventure. Mindeközben gyávanyul, köszönöm szépen neked is a 100-as cheert. Köszönöm szépen, hogy lökitek ezt a vonatot, ami már level 2-es szinten. Pereg. Na de...
be kéne állítanom a hangsávot, pillanat. Elképesztő muzsika, elképesztő epikus pillanatok. Megszólalt a cselló. Csodálatos, és ezt végre tudom állítani ellentétben az első résszel. Nagyon jó. Külön hangsávon, öcsém, minthogyha pro lennék, de nem az vagyok, természetesen. Jézus Mária, már tasmán ördögöt valaki fogja le. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 500-as bugyi nedvesítő csírt, ugye így szoktuk itt hívni az ilyen hatalmas donációkat, hogy így mondjam. Köszönöm szépen neked a támogatás. Tsunamit. Na, azt mondja, hogy allowing us to connect the gameplay data. Jó van, persze, allow analytics, nem. Azt mondja, a system, aha, English. Csesztanincse, Deutsche, Spanish, Französik, Italiano, yes, igen, igen, marad az angol, angol, és akkor name, Stark, muhahaha, mehet. Darkest Dungeon is about making the most of bad situation. You are not experienced to succeed, you are not expected experienced, hát az is, az sem vagyok. On your first expedition, heroes will die, failure will abound, and the world will seek to smother your flame. Take heart, do not relent, press forward through the encouraging gloom and face four fears. Redemption at last can be found deep within the ice depth of the darkest dungeons. Yes! Ha! Miért nem a Stark Killer? Hát azért csak ne, csak ne. Na hát itt a hegyes képpel, vagy mivel fogadok mindenkit. Annyit tudok, hogy ez profile summary. Azt elkaptam, hogy eltűnök egy pillanatra, jó? Tehát, hogy látjátok kiírva valahova azt, hogy options. Köszi, Becca, köszi, köszi. Szóval látja valaki felírva valahova a képernyőre, hogy options. Ugye, hogy nem? Figyelj, megnyomom az iszképet, mehet? 3, 2, 1. Abban a pillanatban ott van, abban a pillanatban ott van, úgyhogy gyors be is állítjuk. Azt mondja, hogy grafics. Milyen Full HD normális vagy 2K-ba? Full screen, full, exclusive full screen. De nem, ez azt te, úgy, update. Keep changes, very good. V-Sync mehet, max FPS, 60, örüljünk, ha van 60, jó? Örülünk a 60-nak, nagyon villog minden, nagyon villog. Most mi történt? Mármint mire gondolsz? Tudja a játék, hogy ügyes vagy, és rájössz, hogy hogy nyitod meg, igen. Vagy nem. Na, igen, beállítások, igen, game. Tutorials jöhet, subtitles jöhet, analytics allowed, nem. Controls, majd meglátjuk. Grafics, azt beállítottuk. Jó, mastert itt le, itt föl. Öcsém, muzsika, úgy. SFX. Allo, audio background, very good. Oké, nagyon jó. Nagyon jó. Back. Begin. New journey. Mehet. Ting, tak, ting, tak, ting. Ez a Vecna. Vecna a boss. Közben a hype van, a sikeres. Köszi a támogatást. Köszi szépen. Köszi, köszi, köszi mindenkinek a hype vonatozást. Én elvinném óráshoz, ne haragudj. Nem akarod helyre ugrani. Hello! Ruin has found you at last. A hang. My protégé. My friend. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet,
you must ride out into it, unafraid. Kirázott a hideg, mennyire rohadt jó az árztály. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Ez a remény. Once more. Egyszer vakmenő voltál, legyél még egyszer az. Stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Yes, igen. Nagyon szép, bocsánat. Kicsit epic volt az úriember hangja és az egész intro. Ezúton szeretném leszögezni, hogy szóval, hogy ez az intro már jobban nézett ki, mint a Redfall. Perched precariously in the murky gloaming. Na, begin your confession, prologue. Hát figyelj, a prologra le tudok klikkelni, ez pont itt van. Ezt meg nem látjátok, mert ott van a mocskos hülye streamer, de visszatérek ám ide. Yes. Ő a gondnok amúgy a DD1-ből. Én nem tudom pontosan, hogy ő most a gondnok, vagy a fater, aki... Fater, aki mesélte a sztorit, hogy, vagy hát az ő hívására tért vissza a kalandozó, azaz mi. Vagy nem is tudom, hogy volt már pontosabban, ugye? Abban tényleg segíthettek, hogy mennyire sztoria, a vége az egynek fontos ismernünk ahhoz, hogy ezt nyomhassuk, vagy nem annyira... Ami még nagyon fontos, és ezt elfelejtettem mondani, mielőtt rányomok a prológra. Hogyha rendelkeztek a Steamen az első résszel, akkor a második rész meg fogja nézni a mentéseiteket, és keresni fogja a felhőből is. Hagyok ennyi információt. A többit pajzen képzeletetekre gondolom, bízom, hogy mi történik. Nos, szerintem az apja volt a narrátor, én is így gondolom. Na, hölgyeim és uraim, rátenyerelek, hogy prológe. Jó van, ott aláírom. The Stagecoach, azt írja ott itt. Szekerce. Aha, azt mondja, hogy Bright Light 100, Heroes, Enemies. Jó, igen, és akkor mit gondolom, VHSD, aha, V, megindult. Na most, tetyáim az úrba. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. I watched its venom spread through the veins of the world. Wow. And I trembled at its terrible reverberations. The crossroads. A place between places. Mennyire menőn nézett már ki? Jó, crossroads. Útelágazódáshoz érkeztünk, ugye? Nehéz szó. Egy kicsit zavar az, hogy még odakint süt a nap, és a nap, pont a lemenő nap, a szemközti ház, ami full fehér, azt világítja meg. És arcomat innen telibe világítja, tehát a redőny még nem érkezett meg, és emiatt konkrétan semmit nem látok a jelenleg a játékból, mert hát teljesen sötét, ugye, Darkest? Na mindegy, hát egy crossroads. Very good. Yes. Azt mondja, hogy archívum, party. Four heroes will join together on this expedition. Your salvation rides with them. Aha. Azt mondja, press Y to bring up stagecoach view. This shows what items are currently installed on the stagecoach, as well as current armor wheels point. Stagecoach item can only be changed at the Wainwright, who is present at each inn. Aha. Tehát, hogyha megnyomjuk az Y-tot, akkor ilyen előjön a kocsinak, kocse, ugye, annak a nézete, ahol láthatjuk, hogy mennyi armor, meg kerékponttal rendelkezünk jelenleg, meg kik utaznak
jelenleg a kocsin. A kocsit lehet az itemeket kicserélni rajta, de ez csak kizárólag a kocsmában lehet a Wainwright-nál, jelentsen, vagy legyen az bárki is. Party Creation, azt mondja, drag, igen, onnan az embereket be tudjuk húzni oda, és akkor ők lesznek a partiba. Itt van a Stage Coach, igen, nyomkodni kell a V-t, vagy nyomjuk meg egyszerre a W-t, hogy elinduljon, és folyamatosan, nem, hanem azt is egyszer, hogy megálljon. Az AD-vel, tehát VASD-vel irányítjuk a Zótót, a mi kocsát. Nagyon jó. Na, és akkor most négy karakterünk van, The Man at Arms, The Highwayman, The Grave Robber és a Black Doctor. Nem csináltam ilyen izét, sorsolósat. De nem gondoljátok, hogy nem ti lesztek. Azt hiszitek, hogy nem ti lesztek. Mondom nektek, Watkender. Konkrétan ő a Man at Arms. Csodálatos. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Szégyeljem magam? Na várjál, miért van? Na várjál. Az a baj, hogyha elindítok most egy újat, akkor ha az egyel újra játszanánk, akkor ott nem lesz meg, akik jelentkeznek. Vagy jelentkeztek. Jó. Csináljuk azt. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos kérdése a játszásnak, hogy ki az, aki lesz, és ki az, aki nem. Itt vagyok ám, ne félj. De hogy csináljuk azt, hogy most ezt a kört, a legelsőt, azt így random rábökök valakire, úgymond a neten, igen. És akkor ők lesznek azok, akik velünk jönnek. Aztán menet közben majd, hogyha esetleg elbuknánk, vagy valami, mert hogy része a játéknak ennek most nagyon is a bukás, akkor majd megcsinálom a sorsolós dolgot, addig meg tanuljuk a játékot, oké? Okay? Szia Hirx, nagyon szép estét neked is. Szóval, ki lesz a Highwayman? A Highwayman az Ethanir lesz. Nagyon szép. Jól írt? Ja, nem látjátok. Jó, Highwayman az gondolom ide. Igen. A fugitive seeking to outpace the past. A sír rabló az miért van? Nagy sír rabló hírében áll, állítólag. És nézzétek el nekem, de az előzőbe, az egybe konkrétan Hirx volt a pestis doktor, és szegénnyel nem nagyon játszottunk ott. Most ez meg fog történni. Szóval, hölgyeim és uraim, íme a banda, Watkender, Ethanir, Mirvan és Hirx. Mirvan, én nem akarom mondani, hogy a három úr téged itt most... Na, menjünk tovább. The Unusual Suspect. Mehet. Tök jó, hogy itt írja, hogy mik vannak. Aha, skills, quirks, path, story. Story? Visit Shrines of Reflection to unlock. Oh, a karaktereknek sztória is van. Na jó, oké. Okay. Mehet. Jó, na lássuk. The Valley. Wow, de mocsok jól néz ki. And let us hope enough yet remains of the world. Wow. Hát ez rohadt jól néz ki. Nekem nagyon tetszik. Na várjatok, az Y. Aha, és akkor itt látjuk a kocsit. Ott a kocsi. Last Hope. Az a címe. Stark szekérnek hívják, csak mondom. First Blood legyen a neve. New Hope. Az se rossz. Egyre jobbakat írtok. Na várjatok ezeket majd a következőkre. Meg kell tartani. Szóval kettő armor és kettő kerék van. Azt mondja, hogy wheels damaged when driving on rough.
roots, 100% each hero gains 50% travel healing. Ah, tehát amíg utazunk, addig healelnek. Jó. És azt amúgy ott fönt is látjuk. Jaj, várjatok. Ezeknek neki kell menni? Wow! Nagyon fontos, én nem néztem semmit a kettőből, még a nagyon a izéből sem néztem, a Early Access-ből, tehát nekem teljesen új, ami történik. Baromi jó az Art Style Update! Baromi jó! Én remélem, hogy streamen is átmegy, de rohadt jól néz ki. Tök jó, hogy ilyen kis mozgásokat beletettek mindegyik karakternek. Imádat. Imádat. Aha, Flashing Daggers, ezt ismerjük, szeretjük. Mehet. És milyen smooth az animation. Wow! Jó! Na, bocsánat, közben kapom a stúdióból az információkat, hogy itt a én kameraképen mögött lévő ibetűs dolgokat érdemes elolvasni, úgyhogy olvassuk el a tutoriálokat, megtanuljuk szépen a videó játszit. Azt mondja, hogy no retreat. Nincsen visszavonulás? Ez jó hangzik. Igen. Aha, itt a kocsinál lehet őket rendezni is, a sorrendet. Menet közben rá kell klikkelni és draggelni, tehát odébb húzni. Turn on the each hero or enemy rolls initiative at the beginning of each round and this is modified by their speed. Igen, a sebességük határozza meg, hogy milyen gyorsan, vagy milyen hamar jönnek, ha minden igaz. Ez a játék eddig, amit tényleg komolyan gondoltak második résznek. Még egyszer, ez az a játék eddig, amit tényleg komolyan gondoltak második résznek. Tök oké. Igen, azt mondja, hogy the turn order is shown by the portraits. Tehát srácok, ott fönt. Itt most már mutatja, hogy milyen sorrendben fog jönni. Tehát látjuk, hogy Hirks, utána jön az enemy, utána Vatkender, utána Etenir. Hogy én ezt mennyire hiányoltam az első részből. Ezt én is nagyon hiányoltam. Másik irány, de igen. Hogy itt mutatja... Na jó, ezt a kameraképet mindjárt odén fogom tenni szerintem. De hogy itt akkor itt mutatja, hogy ő az aktuális. Igen, Etenir. Aha, tehát így mutatja. Tehát Etenir, Vatkender, a Lassol, és utána Hirks. Aha. Akciók. Azt mondja, hogy on a hero's turn, you may find first use a combat item if they have one equip. This is a free action. Aha. Then you may use a hero skill normally. Either way, click on the item per skill. In the display skill bar, you may also use the number key, bocsánat, tündér hapci, right-től 7-ig, corresponding to the skill slot. Aha, skills. A skill can only be used if the hero is in the correct launch rank. Aha, tehát akkor tudjuk a skilleket csak használni, hogyha megfelelő helyen vannak. Aha. Igen, solid pips is valid and empty pips means it is not. Skills 2. In addition to doing damage, a skill can cause a variety of effects. Most of those effects are shown by tokens. Tokens. To see what each tokens means, mouse over it. Aha. Token glossary. Műsoda. Hold control to view the token glossary to see what each token means. Aha. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy control. Azt mondja, crit, riposte, dodge, dodge plus, block plus, guarded, aha. Tehát ami aranyszínűvel van, az buff. A kékkel a debuff, stealth, unique, special, other, aha. Jó. Világos. És akkor... ott van, hogy target.
az Days, illetve Vent Target combo. Aha. Jó. Igen, a buffok és debuffok tokenekkel van megoldva, mint egy táblás játéknál. Hú, srácok. Most az a baj, minden egyes alkalommal, amikor az egyel is játszottunk, és most extrán, tudom, hogy most húzom az időt, és mindjárt játszunk, ne haragudjatok. De hogy nagyon érik az, hogy be kéne szerezni ezt a táblajátékot, és a figurákat festeni élőbe. Ezt nagyon érzem már. Érzem a késztetést a testemben, a kezemben, mindenhol. Na jó, azt mondja, hogy pisztolettával fogunk lőni szerintem. Take aim. Aha. Mi van már, játsszál már, jó van már. Biff. Nagyon jó. Crush, Rampart. Ó, ez volt az a visszaütős, ugye? Fura, hogy most a skillek, mondjátok már, ugye, angolul vannak. Au. Jön Hirks. A damage. Cooldown plusz 10. Hú, na várjál. Vérzés gondolom a izé, a piroska. Aha. 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 Tehát ezzel mondjuk a oda. Light. Damage over time, ugye ez is, ami most történt, ugye ez, amit oda dobtunk, az ott van, hogy bleed, blight, burn, ezek overtime-os, tehát a több körön tartó hatáseffekttel rendelkeznek, ott van, hogy kettő körön keresztül négy sebzést ad, ha minden igaz. Azt mondja, hogy egy slice. Death blow. Nagyon jó, és akkor pick to the face. Mehet. Nagyon szép volt, bír van, nagyon szép volt. Viktoriánus. És kapunk, azt mondja, Candle of Hope. Alter currency 1/4. A faint glimmers that whispers of a blighter hereafter. Mindeközben. Halló, cicmic! Hát elcsináljad már, hát itt zavarba akarsz hozni. Hát egy atya úristen, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a testszexualizáló donációt, hát táblajátékra, meg vagy bolondulva. De komolyan, de köszönöm szépen még egyszer. Arigato, arigato. Gyerekek, ezek után már muszáj, ezek után már akkor muszáj összehozni ezt. Na, azt mondja, hogy mindent viszünk, mint a izé Jeff Bezos felesége. Too soon? Are you shaken? There is so much worse in store. Meg kell venni. Na, azt mondja, hogy és akkor mehetünk tovább. Milyen aranyosak a paci. Várjál, kanyar, kanyar, kanyar. Áj, stop. Azt mondja, inventory. Uh-huh. Your stage coach is limited in how many items it can carry. Press I to view what you have. Aha, inventory stacking. Jó, treasuries. Várj, a stacking name mit akar? Use the inventory top filter to easily see each item type. Aha, treasury. Azt mondja, you will also find relics, bubbles, jelentsen az bármit is, and mastery, which can be used to purchase supplies from vendors or upgrade your hero's skills. Okay, trinkets. Each hero may equip up to two trinkets at the time. Ugye ezt tudjuk, ezt használtuk, vagy ez ugyanígy volt az egybe is, hogy kettő trinketet lehetett használni hírónként. Jó, open inventory, igen, filter, you may... Aha, lehet szűrni. Filter to see only trinket... Aha, jajajaja, lehet ugyanúgy szűrni, hogy melyik az, gondolom, a vízé. Jó, várjál, inventory. Most meg jó helyen vagyok, és pont látjátok. Aha, és akkor van ilyen, van pénz, relikvia, gondolom, meg van ilyen. És hogy tudom, az ő inventory, aha, így tudom megnyitni. És akkor, aha,
Ez mit csinál? Rezisztenciát növel. Aha. És miért van felkiáltójel? Ja, azért van felkiáltójel, mert... Ja, ha az üresre kattintok, akkor meg mutatja azt, amit túl tud használni. Aha. Aha, oké. Okay. Vacsora bekészítve mehet a stream nézése ezerrel. Jó étvágyat a vacsorához. Trinkets and bubbles. Pay for it blood. Azért barátibb ez az inventory, mint az erőző. Hát, még szokni kell azért. Ha 20 hely van összesen, most 3 van. Azt még nem, azt pont nem látjátok. Lehet, hogy nem kell én a fényképre, vagy fényképre, tehát a képre, hogy mindent tudjak mutatni nektek. Nem kell én ide, ugye? Aha, és akkor itt vannak a rezisztenciák is így mutatva. Aha. Nagyon jól néz ki a karakter, ahogy meg van csinálva. Oké, okay, és akkor neki, ha odaadjuk, akkor szépen növekszik a rezisztenciája. Altar currency. Jó. És az inventory-val ezt be tudjuk zárni a tabbal. Ó, azzal az útvonalat látjuk. Aha. Most visszatérek, mint Schwarzenegger. És akkor megyünk tovább előre. You must be strong enough to shoulder more than your share of the burden. A desperate few. Okay. During encounters such as this one, you must pick one of the choices by holding one of your heroes. Holding on one of the results will be previewed at the bottom of the screen. Heroes often have vastly different opinions about how given encounter should be resolved. When you choose a hero's response, any heroes that agree with the acting hero will have their mutual affinity increased. Gold glow. Aha. Világos. Tehát több... Tehát ilyen encounterekbe fogunk belefutni, és ezekre a hőseink tudnak reagálni, és azok a hősök, akik egyetértenek a reagáló hőssel, tehát mi választjuk ki amúgy, hogy mi legyen a reakció, de akik egyetértenek vele, azok körül aranyszínű tűz, vagy glow, vagy mit tudom én, ragyogás lesz. Ellenben, akik nem értenek egyet, azok gondolom nem fognak úgy ragyogni. Assistance encounters bring the heroes face to face with the downtrodden local populace. These forlorn creatures are in need of help and often have valuable supplies to offer to the heroes in return. Helping the locals is the best way to restore the flame. Aha. Viszont azzal, ahogy segítünk nekik, azzal a tüzet lehet visszahozni. Na most azt mondja, hogy help us, segítsünk nekik. Click and hold hero to make the selection. Let us unite them beneath our banner. Tehát kettő, aha, két felkiáltó jellel rendelkező kolléga tud reagálni, és a kettő közül kell akkor eldöntenünk, hogy mit szeretnénk. Hogyha ezt, akkor plusz 100 a izére, a tűzre, illetve még ott van valami, amit kapunk. Ha ez... the last of my jewels, pound for steel. Aha, akkor plusz 100 a tűzre, plusz még valami. Nézzük meg, miért van. Aha, hosszan kell nyomni. Igazából nem volt nagy különbség most még. Mármint, ha nyomva tartod az altot, látod, mi a neve dolog. Control, nem? Szia, konyesz! Hello, hello! A kontrollon látom ezt. Erre gondolsz, nem? Vagy ott az ikonokra? Hold alt on choices for more info. Ja, hogy itt kellett volna. Ó, értem. Minden esetre kaptunk egy gyertyát, meg egy trinketet. Jogos. Volt az alt. És akkor ezt a trinketet meg amúgy nem a tabban. Mi volt? Jobb klik. Aha, ő tudja használni. 33 bleeding resist. Lehet. Tegyük a nyakába, mi vannak.
Jó, és akkor innen Tori, és mehetünk tovább. Várja, ezt így lakán láthatom is. Jaj, várja, kanyar. Piff. Piff. Azért kapunk valamit, ha ezeket... De rohadt jól néz ki. A change in the air. Heroes. Hű, hú, várjatok, itt az elején sokat fogunk olvasni, én úgy veszem észre. De hold your horses, ugye? Ékszert is kapok, meg minden, ennyi. Azt mondja, igen, a C betűvel, nem csak a jobb klikkel, de amúgy ott van, hogyha a portrékkel jobb klikkel az ember, akkor is előjön a Hero Portré. Hero Sheet, Hero Sheet 2. Aha, tehát hogyha fölé visszük, akkor mutatja az eddigi aktív buffokat és debuffokat. Relation tab, mert most már ugye a kapcsolatuk is a híróknak egymással, az is fontos. Mindeközben Quirks, és mármint, hogy mindeközben egy névtelen adományozónktól nagyon-nagyon szépen köszönöm. A Csaszinnak ajándékozott szubot. Köszönöm szépen a támogatást, bárki is légy. Köszönöm szépen. Nagyon cukkerek vagytok, de tényleg köszönöm a támogatást. Nem kell elrejtőzni, de köszi szépen. Na, azt mondja, hogy quirks are positive or negative personality traits. Quirks with are there. Ez mi az a jel? Ez nem itt van. Szóval ilyen csillagocska, ha van ott, azok ritka. Csillagok. Csillagok, azok ritkák. Jó, negative quirks can be treated, removed at the field, hospital. Positive quirks can be reinforced, locked in place there as well. A hans hasonlóan, mint az elsőbe. Combat skill, 6 slot. Igen, azt mondja, this time you may equip 5 kills at the time, plus there is a dedicated 6 slot for combat items. Oh. Each hero has 11 skills that may eventually be unlocked. Ó, oh, wow, azt látjátok ott amúgy, hogy fog kinézni? Ez nagyon-nagyon menő. Azt mondja, hogy to change which combat skills are equipped on each skill to toggle it on or off. You can have 5 skills acquired at one time. If the hero only has 5 skills available, you must visit a shrine or reflection to unlock more skills. Hero conditions. Mhm. Jó. Tehát a C betűvel elő tudjuk húzni. És akkor itt látjuk a dolgokat. Combat item. És olyanunk nincsen még egyelőre. És ott van, hogy robosztus. Illetve Pelagic Beings Strike Terror in their heart. Combat versus Fisher Folk plusz 1. Aha. És akkor itt ide majd több fog megjelenni? Gondolom így fogja majd felsorolgatni a negatív és a pozitív effekteket. Oké, okay. Na menjünk tovább. Gyere! Valami az utunkat állja. Even your valley is not immune to the spreading stain. Wow, de rohadt jól néz ki, mi vagy te? Woodsman. Widow. Kettő özvegy és egy favágó bácsi. Hát ez nagyon durva. Oké. Okay. Tracking shot. Én megtrackingelem. Poison dart. Ne. A slow dissection. Azt mondja, hogy combo tokens are special compared to other tokens. Many hero and monster skill have a special effect that only happens if the target combo has token on them. In all cases, icon is bad for its recipient. Having it means that the actor is vulnerable to some very damaging and dispersive enemy skills. Combo tokens are the best used as one, two punches. Use one hero to place a combo token and then use another hero to take advantage of it. An unavoidable end. Jaj.
helycserés támadás. Protect the child. Ajjaj. Jó. Rampart. Püff. Előjött a jány. Megmutatta a tükörbe. Hirksznek önön magát. Ő horrorba került. Academic view. During combat hold alt or mouse wheel by mousing over. Aha. Academic view. This valuable screen shows a full details on any tokens the combatant has. Ha. Huh. Oké, tehát elvileg. Hogy meg tudjuk nézni az összes cuccot. Wow, de király. Hiszem úgy a saját karakterünkre? Saját karakterünkre is működik. Aha. És még egyelőre csak az egyik támadását ismerik ott a skillek közül. Nice. Oké. Poison dart mehet a bácsira. Mehet a poison. És akkor pistol shot. Aha, és ő bevédte. A izé miatt, emiatt gondolom. Na. Most már elég legyen. Poisonnek lehet, hogy több értelme lett volna. Critical! Igen, azt ismerik a kritikált, szeretjük. A normal attacks max damage szer 150%. Duration plusz 2 round. When you... Oké. Itt akkor most aha. A heal az 150% és a damage is 150% a normál atakoknál, illetve a healnél, hogyha kritikálra sikerül. Hogyha egyéb atakról van szó, akkor a duration plusz 2, illetve hogyha resistance növelés, akkor 20% vagy ignore... mi? Attacks ignore 20% nem jól mondom. Tehát, hogy 20% resistant figyelmen kívül hagy. Aha. Hű, ott ő nagyon kapja amúgy. Kaptam egy bleedet én is, sajnos. Azt mondja, 3 damage 3 körön keresztül, az anyukád úristeni. Abszint. Ó, ez healer. Két helyre is támadunk. Négytől 8, 3-től 6, 3-től 5. F. Mondjuk a 5-nek jobban örültem volna. Nagyon jó lett a grafika, a kocsis dolog viszont nincs ínyemre. Hát meg kell szokni, gondolom én. Ez meg... Creed! Jó, ő szerintem meghal a kövi körbe, úgy is van. Ja nem, ő is Death Door-ba kerül. Ó! Ácsi. Some monsters have death blow resistance, just like heroes do. When the monster is on a death's door, each further blow has a chance to slay it. Some skills and trinkets can increase the chance of executing the enemy outright. Repeated blows to the monster while it's on a death's door will also reduce the death blow resistance. Aha. Tehát most már az ellenfél is a halál kapujába tud lenni, nem csak a hősök. Nagyon szarul állunk itt. Kéne valahogy hílelni. Csókolom a kezét, Teca néni. Ez mondjuk speciál nem hílelés. Nincsen hílünk. Nem jó pozícióban vagyunk. Ó, jaj, mamma mia, makaróni. Hátrébb kell hasonni. Abszint. Tudjuk-e másra használni, vagy csak önmagunkra? Ez csak önmagára tudja az abszintot. Opá. Akkor ebben az esetben... Hát, ez mehet. Hát ő kapta. Ott van a fejében a fejsze! Jújjújjújjújjújj, de szép! Gyere, mama! Kapsz egy buzogányt.
nagyon reflektál. Az a baj, hogy őt kéne hílálnünk, mert Vatkender nincs jól. Vatkender nincs jól, hölgyeim és uraim. Deathblow. De rohadt jól néz ki az. Oké, igen. Háromszor lehet használni. 8 skill, az nagyon jó. És akkor meg vagyunk. Szép. We are the flame. Victory. Burning brightly for all the kaptunk world to see. Nagyon jó, 2 bandage-et kaptunk. Elvileg akkor most ezt el is kéne használni, nem? Rest and resupply await you. Hero goal complete. Complete combat items. Aha. Combat items are equipped in the dedicated skill slot on each hero to equip. Igen, igen, igen. Inventory to skill equip. Aha, ezeket ingyenes használni. Szóval volt egy feladatunk, hogy land a killing blow on Gaunt, aha, és azt kaptunk érte, gondolom ez a izé tűz, kettő tűz, vagy valami, nem tudom, valami kettőt kaptunk érte. Jó, ez egy C betűnél, és az I betű megnyitásával. Azt mondja, hogy jelenleg hol látom, hogy van-e Vatkenderen vérzés, vagy elmúlt a vérzés, azt... mindegy, ide tudunk tenni neki ízét. Bandage-et. Gondolom itt valahol mutatná, hogyha... Valahol biztos. Conditions. Ah, combat végén minden dot és token lekerül mindenkiről. Értelek. Azt hittem, hogy úgy, mint az egybe így megy... megy még tovább a bleed. Szóval érted, mire gondolok. Jó. 94-en van a tűz. Mehetünk tovább. Itt lesz egy harc. De lehet, hogy nem. És akkor megérkezünk... Emide. És el kell mennünk a moda. The place is a little worse for wear, but familiar nonetheless. Na, azt mondja, hogy... travel log. Igen. Jó, hát itt Mirvan completed her hero objective. Continue. Prologue completed. You have found your fortitude at last. Collect what hope you can and end your expedition here. Hogy nyomják itt a... Az igen, de rohadt jó! De királyul néz ki ez, ahogy itt így meg van csinálva. End expedition. The Torch and Crown. Travel log. Hát nem tudok nagyon másra nyomni, mint ez volt a tutorial. Will you press on to uncertainty? Or claim what you can? Regions completed. Jó. Collect hope. This will end your expedition. Proceed. Gondolom igen. Oké. Knowledge and experience. Twin yardsticks of progress. Ó, és akkor most ez aha, befejezi. Jó, és akkor itt összegzi, hogy mi történt. Lost in darkness. Hero goals 2, tehát összesen 7 darab ilyen valami. Expedition end. Na lássuk csak. Azt mondja, hogy the prologue quest is completed for this first venture through. The very there is nothing left to do. So, end expression and follow and the lower ending screen normally. Jó. Candles of Hope.
used to unlock and upgrade heroes items and more at the Altar of Hope. Aha, tehát ezeket kapjuk, ezeket a gyertyákat. A remény gyertyáit, és ezekkel tudunk fejleszteni majd. Azt mondja, hogy ending early. At any point you can end the expedition and collect your candles of hope. During normal expedition, making it to the next inn is usually worth the effort because it will award significant additional candles. Világos. És akkor most 7-es darab ilyen candle kaptunk. Oh. És akkor miért van itt, és most miért, mert hogy már most új expedíció indul?